Köszöntöm kedves nézőinket! Április 9-e hétfő van, a Bajai Televízió híradójával jelentkezünk. Lássuk, hogy miről fog szólni a mai adás. Elsőprő győzelem. A térségben Zsigó Róbert, az országban a Fidesz-KDNP nyerte magabiztosan az országgyűlési választásokat. A tavasz íze és illata. Helyi és környékbeli termelők portékáiból válogathattak az érdeklődők a harmadik kertészeti vásáron. Ez tökéletes volt. Minden szempontból remekül sikerült az idei Kikelet félmaraton futóverseny. Rendkívül magas volt a szavazók részvételi aránya a vasárnapi országgyűlési választáson. A Fidesz-KDNP több mint 2 millió szavazattal vezet a jelenlegi több mint 98%-os feldolgozottság mellett. Bács-Kiskun megye mind a 6 választókerületében a kormánypárt jelöltjei végeztek az első helyen a még nem végleges eredmények alapján. A Bajai központú egyéni kerületben Zsigó Róbert a szavazatok több mint 55%-át gyűjtötte be, ezzel ismét mandátumot szerzett a parlamentbe. Bács-Kiskun megye 6. számú választókerületében nagyobb fennakadások nélkül zajlottak le a választások. Baján egy választópolgár viselkedésével zavarta a szavazókat, így őt a rendőrök vezették el a helyszínről. Egy másik választónak pedig a szavazás alatt kificamodott a térde, hozzámentőt hívott a szavazatszámláló bizottság. A térség újonnan megválasztott országgyűlési képviselője Felcsek Robert polgármesterrel együtt a Kiscsevai városrész 5-ös számú szavazókörében adta le voksát vasárnap délelőtt. Zsigó Róbert a jelenlegi eredmények alapján a szavazatok több mint 55%-át kapta meg, így a 6. ciklusát kezdheti meg a választókerületben. Nem árultuk zsákban, vagy hát az elmúlt hetekben, hónapokban, sőt talán években sem. Mindenki tudhatja, aki a Fideszre szavazott, hogy mire számít, hogy tovább szeretnénk folytatni azt a politikát, amelyet elkezdtünk, a családok támogatását, az oktatás fejlesztését, az egészségügy fejlesztését itt is, a térségben is nagyon sok eredményt értünk el, és természetesen, amit mondunk, megvédjük az országot. A Fidesz-KDNP képviselőjét 18,47%-kal a jobbikos Grünfelder Zoltán követi, a harmadik legtöbb szavazatot pedig az MSZP párbeszéd színeiben induló Hajdú Miklós szerezte meg, ami 17,6%-ot jelent. A parlamentben kiadó 199 hely a jelenlegi adatok alapján az ábrán látható arányban osztana meg, amiből a kormánypárt 134 mandátumot kaphat. A végleges választókerületi eredményekre a külképviseleti és az átjelentkezéssel voksolók szavazatainak beérkezése miatt még várni kell. Az országos listás eredményt április 27-éig kell megállapítania a Nemzeti Választási Bizottságnak. Az idén több mint 107 ezer diák jelentkezett felsőoktatási intézményekbe, ez a szám nagyjából megfelel a korábbi évek adatainak, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. A jelentkezők közül a legtöbben mintegy 73 ezeren alapképzésre adtak be kérelmet, mesterképzésre több mint 18 ezeren jelentkeztek. Az állami ösztöndíjas képzést több mint 93 ezeren, önköltségest pedig mintegy 14 ezeren jelöltek meg. A legnépszerűbb képzési területek a gazdaságtudományok, a műszaki képzések, a pedagógus képzés, az informatikai, valamint az orvos és egészségtudományi képzések. A legnépszerűbb alapszakok a gazdálkodás és menedzsment, a mérnök informatikus, az ápolás és betegellátás, az óvodapedagógus és a pszichológia, ismertette a helyettes államtitkár. Külön kiemelte, hogy 2015 és 2018 között nőtt az óvodapedagógusnak, gyógypedagógusnak, tanítónak, valamint csecsemő és kisgyermeknevelőnek jelentkezők száma. Beköszöntött a tavasz, ezzel együtt azonban a pollen és a vele járó kellemetlen allergiás tünetek időszaka is megkezdődött. Felmérések arról számolnak be, évről évre nő az allergiás megbetegedések száma Magyarországon. Előrejelzések szerint a kültéri allergén gombák spóra száma jelenleg alacsony, egyes pollenek koncentrációja azonban a tüneteket okozó közepes szintet is elérheti. Az idén különösen hosszú és zord téli időjárás után beköszöntött a tavasz, az allergiások esetében azonban nem felhőtlen az öröm. Az Országos Közegészségügyi Intézet mérései alapján elmondható, hogy az elmúlt időszakban elsősorban a citrusfélék és az égerpollen koncentrációja volt a legjelentősebb. Baja és térségében pedig a nyár és a gyertyánpollen szórása mutatott közepes értékeket.
Dr. Szarka Ildikó szerint a koncentráció erejét nagyban befolyásolhatja az időjárás. Most ezzel a hirtelen meleggel, ugye egyszerre kezdett el minden fa virágozni, és nagyon sok pollen egyszerre kerül a levegőbe. Mikor más ugye a tavasz, tehát nem ennyire hideg a március, akkor ez lassabb ütemben indul be a virágzás, és nem ilyen nagy pollen számban. Ugye csöppentő feltétel van ellátva, tehát könnyű az adagolásuk folyamatosan lenned. Ugye vannak a szemcseppek, ezekről fontos tudni, hogy azért nagy részt hűtőben tárolandóak. A ma már népbetegségnek számító allergiában szenvedők különböző gyógykészítményekből választhatnak, attól függően, milyen tünetek jelentkeznek. Dr. Pál Natália gyógyszerész elmondta, az elmúlt hetekben egyre többen keresték fel a patikát allergiás megbetegedésre utaló panaszokkal. Nagyon sokan jönnek most már orrfolyással, orrviszketéssel, és nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy viszket a szemük, folyik a könnyük, van, hogy egészen be is pirosodik. Érdemes ilyenkor már valóban arra gondolni, hogy talán beindul az allergia szezon, és hogy ezek nem a náthának a tünetei lehetnek, amivel most azért úgy gyakran megpróbáljuk összekeverni, hanem valóban az allergiás reakciók ezek. Szakemberek felhívják a figyelmet, hogy bár az általános allergia elleni készítmények enyhíthetik a tüneteket, a panaszok fokozódása esetén érdemes felkeresni egy szakorvost. Bizonyos esetekben az allergiás megbetegedések komoly szövődményekhez, akár asztma kialakulásához is vezethetnek. Az ANTS jelentései arról számolnak be, a helyenként előforduló záporok, zivatarok átmenetileg lecsökkenthetik a pollen koncentrációt, általánosságban azonban várhatóan erősödik a pollen terhelés. Idén is megrendezték a hagyományos kertészeti vásárt és családi napokat. A turisztikai központban az érkezők egész nap különböző énekes, táncos produkciók és más családi programok mellett válogathattak a kertészeti, valamint a többi bio és ökotermékből is. Elsősorban a kertészeti termékek bemutatása volt a cél a hétvégi rendezvényen, vagyis a faiskolák termékeiből és virágokból válogathattak a látogatók. Emellett sajtok, édességek, lekvárok, szörpök, mézek és más portéka is sorakozott a pultokon. Természetesen virágot akarunk vásárolni, tavaly már vásároltunk itt. A balkon aranya gyönyörű, azt már megvettük, ott van félretéve a napvirágot, és ezt az aszparágust vesszük, és nézelődünk. A nyitáskor népzenészek, néptáncosok szórakoztatták a jelenlévőket, akiket Zsigó Róbert köszöntött. Mint mondta, jó időpontban szervezték meg a vásárt, hiszen a kinti munkák idején mindenki beszerezheti a szükséges termékeket, és tanácsot is kérhet a szakemberektől. Azok a termelők, akik élelmiszereket hoztak ide, mézet, aszalványokat, bármiféle dolgot, nekik mindenképpen egy fontos bemutatkozási lehetőség. Ez is sok helyen adunk lehetőséget, de ez is arra, hogy megmutassák a termékeiket. Ezzel is talán inspirálva azokat, akik mondjuk paradicsomot termelnek otthon, hogy hogyan és miképpen csinálják, tehát tényleg jó időben van a vásár. Szarvasmarhákkal foglalkozik Dunafalván Penc Pál, aki már nem először vesz részt a vásáron. Jersey fajtát, ez egy különleges fajta, kifejezetten sajtkészítésre alkalmas tehénfajta. Ezzel már el is árultam, hogy tejtermékekkel foglalkozunk, sajtot csinálunk, joghurtot, ízesített sajtokat. A vásárt mindig tavasz kezdetén szervezik meg, gondolva a gazdálkodókra, termelőkre és a vásárlókra is. Minden évben jelzésértékű ez a bajai és baja környéki vállalkozások számára. Azt gondolom, hogy egy találkozás is egyben, egy szakmai találkozás, másrészt pedig azok, akik valamikor szeretnék beszerezni a tavaszi palántákat, esetleg bio és ökotermékekkel találkozni, azok itt egybegyűjtve, egy csokorba szedve, ha kijönnek a turisztikai központba, akkor ezeket a termékeket itt megtalálják. A kísérő rendezvények között népzene, kézműves foglalkozások és más gyerekprogram, valamint táncház és a vásár előestéjén koncert szerepelt. Pénteken este egy koncerttel kezdődött a harmadik kertészeti vásár és családi napok. A Petőfi-szigetbe érkezők az Ismerős Arcok zenekar előadásán kapcsolódhattak ki ez alkalommal. A kortárs magyar rockot játszó együttest népes rajongótábor várta Baján. A jó hangulatot ezen az estén a kiselekről érkezett Good Company alapozta meg előzenekarként, 8 órakor pedig a színpadra lépett az Ismerős Arcok csapata. Nem mondta volna, senki még előttem, én partnernek.
A hattagú együttes közel 20 éve van jelen a magyar könnyűzenei életben. Baján is zenéltek már ezelőtt, akkor az egyik klubban csaptak a húrok közé. Dalaik témái között a legjellemzőbb gondolatok a család és a hazaszeretet, kultúránk és értékeink tisztelete és megóvása, valamint a közösségben való létezés fontossága. Az este folyamán ízelítőt adtak legújabb lemezükből is, valamint igyekeztek megmutatni a zenekar repertoárjának teljes keresztmetszetét a bajai közönségnek. Mi mindig az aktualitásokról énekelünk. Van egy nagyszerű énekesünk, dalszövegírónk Nyerges Attila, aki teljesen képbe van a politikai helyzettel, a világpolitikával, illetve a regionális politikával. Ez nem azt jelenti persze, hogy mi politikai témájú dalokat írunk, vagy készítünk, hanem egyszerűen az embereknek az élethelyzetéről szólnak a dalaink, a magyarság élethelyzetéről, a Kárpát-medencébe, a határon túli magyarságról, valamint a megmaradásunkról. Voltak, akik már a kezdetek óta szeretik és ismerik a csapatot. Nekem elsősorban zenész, nekem mindenféleképpen először a harmóniák a fontosak, hogy jó zene legyen. A zene támogatja meg szerintem a szöveget, de lehet, hogy valakik azt mondják, hogy a szöveg támogatja meg a zenét. Természetesen az Attila, a szövegíró, az énekes, ő kiváló, mondhatni vers szintű dalszövegeket ír, ami magukban is megállnak a helyüket. Nálam a zene és a szöveg most együtt működik és tetszik. Sokakat a zenekar legismertebb slágerei vonzottak a szigetbe ezen az estén. Én egyetlen egy számukat szeretem. Szerintem azt a klasszikust, amit mindenki, és én azt az egyet szeretném meghallgatni. Ezért jöttünk el. Végül senkinek nem kellett csalódnia, aki az Együttes nélküled című számára volt kíváncsi, hiszen a csapat ezzel a dallal zárta a koncertet, hatalmas sikert aratva a közönség körében. A Bajai Kertbarát Klub az idén is meghirdette a bácskai borok versenyét a Jánoska eresztés ünnepére. A jelentkezéshez egy palack bort kell leadni a fajta és az évjárat megjelölésével. A nevezési díj 700 forint, kikötés pedig az, hogy 2 évesnél régebbi borral nem lehet nevezni. A mintákat április 17-én 16 és 18 óra között, valamint 18-án 10 és 14 óra között lehet leadni a belvárosi közösségi házban. Az értékelést ezt követően egy 3-tagú borbíráló csapat végzi, az eredményhirdetés és az oklevelek átadása pedig május 12-én a Jánoska eresztésen lesz a Petőfi-szigeti nagyszínpadon. A Születés címet kapta a Bajai Festők és Kézművesek Baráti Egyesületének legújabb csoportos kiállítása. A Bácskai Kultúrpalota földszinti és emeleti helységeiben több mint 30 alkotó munkáit láthatják az érdeklődők, amelyek mindegyike a tavasz jegyében kapott helyet a tárlaton. Kifüvelt fa! A népdalok és a megnyitó beszédben elhangzott Kányádi Sándor vers is a tavaszt idézte, csak úgy, mint a kiállítás címe, a Születés. A tavasz nem más, mint a természet újjáéledése és az egész teremtett világ újjászületése, hangzott el a rendezvényen. Ha belegondolunk az ember életébe, lépten nyomon belebotlunk a születésbe. A legnagyobb családi örömök közé tartozik, amikor megszületik egy kisgyermek vagy egy unoka, de megszületik egy ötlet, megszületik egy gondolat, egy elhatározás, és az alkotások közül, amit az emberi kéz, az elme vagy a szellem alkot, különösen igaz ez a művészeti alkotásokra. A születés egy misztérium is, ami nem megmagyarázható, nem megfejthető, és ez a jellemzője a művészeti alkotásoknak is. Ez is elhangzott sok más mellett a megnyitón. A Baráti Egyesület vezetője úgy gondolta, ez egy olyan téma, ami bőven adhat ihletet és ötletet a csoport tagjainak. A születésről mindenkinek más jut eszébe, viszont igazából minden beletartozik a születésbe. Az alkotások is megszületnek, egy gondolat is megszületik, ez a pillanat is megszületik, de ugyanakkor nagyon sok embernek valaminek a létrejötte jelenti a konkrét születést, és ezt a témát dolgozta fel egyesületünk. A tárlaton festmények, textil és kendermunkák, kerámia, fafaragások, hímes tojások és mézes kalács csodák is helyet kaptak.
Osztrogonac Erzsébet gyöngyékszerekkel készült. Szetteket igyekeztem most összevelegetni, karkötőt nyaklánccal, vagy pedig nyakéket fülvalóval. Ezek most gyöngyfűzéses technikával készültek, de gyöngyhorgolást is szoktam készíteni. Mász Mátyás nemrég egy önálló kiállításon mutatta meg a munkáit, azóta új fafaragások kerültek ki a keze alól. Az a világosság születése című, ez egy mitológiai történet, és azt próbáltam fába faragni. A csoport tagjai belakták szinte a teljes épületet. Alkotásaik a földszinten és az emeleti helységekben május 7-ig tekinthetők meg. Margit Edinának adom át a szót, hiszen kezdődik a sportpercek. Sportos estét kívánok! Szombaton ismét eljött a kikelet. Ez nem csak az időjárásban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy futók lepték el a Petőfi szigetet és a belvárost. A 8. alkalommal megrendezett félmaratonon közel 1000 ember rótta a kilométereket. 3, 2, 1. Szombaton délután 2 órakor látványos rajt keretében indultak útnak a futók, az egyéni indulók mellett 2 és 3 fős váltók is neveztek a kikeletre. A szervezők ismét megmutatták a futóknak a bajai belvárost, majd a Türkilátó, a Petőfi és a Nagypandúr sziget is az útvonal része volt. A 21 kilométeres félmaratoni táv legnagyobb esélyese Faldum Gábor volt. A Mogyiese olimpikon triatlonozója nem is okozott csalódást, új versenyrekordot futva 1 óra 7 perc alatt célba ért, és 4. alkalommal nyerte meg a hazai viadalt. Nem tudtam, milyen érzés lesz, mert félmaratont én nem futottam, már 2 éve indultam itt utoljára, aztán az edzések jól mentek, fejbe így készültem már, mikor tudtam, hogy itthon leszek, így a szilveszter környékén már akkor, hogy jót kéne futni, de az edzés az ment úgy, ahogy a világkupákra, a triatlon világkupákra készül, úgyhogy így különösebb más edzést nem iktattunk be ez miatt. Az elmúlt években a mogyisok kibérelték a dobogót a kikeleten, az idén azonban Bajai Péter tiszakécskei tanítványa ért célba a 2. helyen. A sportoló 1. alkalommal vett részt a bajai félmaratonon, és elégedetten értékelt a célban. Ez egy évelei ilyen felmérő, visszamérő futásnak tökéletes. Nekem nagyon tetszett a pálya. Igaz, amikor bementünk ott a kis szigetre, nem tudom, hogy milyen hogy pontosan, ott azért kicsit visszább lett a tempóból a múrva, de egyébként a szenzációs a jó, és valóban egy nagyon gyors pálya. Az érmesek elmondták, a jó időeredményekben a tökéletes időjárásnak is szerepe volt. A hölgyeknél címvédésnek tapsolhatott a szép számú és lelkes közönség. A pécsi Szatmári Adrien rendkívül magabiztos versenyzést bemutatva győzött. Bevallom őszintén, vártam ezt a versenyt, mert kíváncsi voltam, hogy felkészülésem hogy sikerült. Igaz, az előző vagy 2 hete voltunk versenyen, és ez biztató volt. Én nagyon szeretek ide járni, szinte azt mondhatom, hogy hazajárok, és jól éreztem magam. Az idei évben a szervezők több változtatást is eszközöltek. Az útvonal érintette a Nagypandúr szigetet, valamint a versenyközpontot a rendezvénytéren építették fel. Mindkét dolog pozitív visszhangra lelt. Előzetesen ugye a bajiak, ők voltak, akik ismerik ezt az utat, amit bejártak itt a 21 kilométer során, ők már mondták, hogy na ez szuper lesz, várták már ezt a pandúrt, és akik ugye most ismerték csak meg, tőlük már valószínűleg a közeljövőben fogjuk megkapni ezeket a visszajelzéseket, de reméljük, hogy ezek is pozitívak lesznek. Az eredményhirdetésen Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője adta át az érmeket, serlegeket. A tapasztalatokat összegezve a szervezők elmondták, elégedettek a látottakkal és a visszajelzésekkel, és már most várják a jövő évi kikeletet. Idegenben aratott magabiztos győzelmet a hétvégén a Bajai Bácska FK B csoportos kosárlabda csapata. Cservék Csaba együttes az Óbudai Kaszások otthonában nyert 82-62-re. A Bácska legeredményesebb játékosa 27 pontos Vukicevic volt, de legalább ennyire örömteli hír, hogy Ágfalvi Bálint hosszú lábadozást követően visszatért és hibátlan dobó teljesítménnyel szerzett 17 pontot. A bajaiak vasárnap a Pápa együttesét látják vendégül. Idegenben vívott rangadót vasárnap a Baja-Szent Istváni labdarúgó csapat. A megyei harmadosztály déli csoportjában az Éllovas Szent István a tabella 3. helyén álló Kisszállás otthonában játszott 1-1-et. A szünetben Gyenei találatával még vezettek a Szent Istvániak, majd a hazaiak Urlauber révén egyenlítettek.
A tabellán jelenleg 3 pont az előnye Szóli Gábor együttesének, a második helyezett Gara előtt. Köszönöm szépen a figyelmüket, további szép estét kívánok! Egy-egy mondatban összefoglaljuk fontosabb híreinket. Elsőprő győzelem. A térségben Zsigó Róbert, az országban a Fidesz-KDNP nyerte magabiztosan az országgyűlési választásokat. A tavasz íze és illata. Helyi és környékbeli termelők portékáiból válogathattak az érdeklődők a harmadik kertészeti vásáron. Ez tökéletes volt. Minden szempontból remekül sikerült az idei Kikelet félmaraton futóverseny. Kedves nézőink, a Bajai Televízió hétfő esti híradóját láthatták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét, akkor majd Füzesi Nóra lesz a műsorvezető. Nem sokára időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Én a műsort készítő kollégák nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Közepesen és erősen felhős időszakokra számíthatunk, este felé csökkenhet jelentősebben a felhőzet. Összességében több helyen alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. A déli szél élénk, zivatarok környezetében átmenetileg viharos lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között valószínű.